Arany vasárnapon késő délután gyújtották meg Szekszárdon a település adventi koszorújának negyedik gyertyáját. A keresztény tanítás szerint ez a szeretet jelképe. Az ünnepvárás kapcsán Kaszó Gyula, a helyi református lelkész arról beszélt, hogy az advent igazi üzenete a feltétel nélküli szeretet, amit Jézus tanúsított az emberekkel szemben. Az Úristen közeledésére a nyomorult világba, az első advent után, amiről így beszélünk hitvallásunkban, hogy hiszünk Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett, Poncius Pilátus alatt megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a poklokra. Harmadnapon feltámadta a halottak közül. A negyedik adventi gyertya meggyújtása után Vágó Bernadett, szekszárdi származású színésznő szórakoztatta a Szent István téren levőket. Dombováron szintén karácsonyi hangulatú színpadi produkcióval készültek a szervezők advent negyedik vasárnapjára. A Tinódi ház előtti téren decemberben programok várták a helyieket. Voltak családok, akik minden hétvégén kilátogattak ide. Pintér Szilárd, a település polgármestere azt mondta, igazán mozgalmas időszakon vannak túl Dombováron. Mosolygó emberekkel találkoztam estéről estére. Hiszem, hogy a negyedik vasárnap után felkészültünk a karácsonyra, egy hét választ el minket, és meg is ragadom az alkalmat, hogy mindenkinek áldott békés karácsony ünnepeket kívánok, és azért az új évben még egy picit visszvárnék, hiszen szilveszteri futásra várunk mindenkit december 31-én. A Bonyhádi Énekkarok közös műsora tette ünnepélyessé a negyedik gyertya meggyújtását a Völgységi Advent rendezvényén. A lángot ezúttal is Filóni Ferenci Bolya polgármester és Potápi Árpád János nemzetpolitikáért felelős államtitkár a térség országgyűlési képviselője gyújtotta meg az összefogás jegyében, mint ahogy ez jellemezte a program egészét, hiszen a város mellett számos civil szervezet és intézmény is részt vett a szervezésben és a lebonyolításban. Az egyházak képviselőinek közös áldása mellett gyulladt fel a szeretet lángja a Völgységi Advent koszorúján. A rendezvényhez kapcsolódóan zajlott a cipősdoboz akció is, illetve az Angyalhívó Egyesület jótékonysági programja, melyre idén jóval több felajánlás érkezett, mint az elmúlt esztendőben. Tavaly évben 150 zsákba angyalt tudtunk összehozni, idén ez a duplája volt, tehát hogy én azt gondolom, hogy nagyon sok felajánlás érkezett, és látszik az embereken, hogy oda jönnek és vásárolnak, és hogy nagyon szívesen adakoznak az emberek. A jótékonysági akció keretében az Egyesület karácsonyig házhoz viszi az ajándékokat, illetőleg az ünnep előtt még halat és süteményt is visznek a leginkább rászoruló családoknak.